imádok kajakozni, már 10 éves korom óta ezt csinálom, igazándiból része az életemnek, és szeretek a vízen lenni, szeretek mozogni, szeretem a napfényt, szeretek kilenni a természetbe, és hiányozna, ha nem lenne. Nekem a múltkori olimpia 2008-as az egy kicsit csalódás volt, ugye, hogy nem jutottam ki. Én oda nagyon szerettem volna menni, és úgy érzem, hogy úgy fel voltam rá készülve. Hát az nem sikerült, ugye sportról van szó, nem mehetünk biztosra. És én ott egy kicsit úgy feladtam ezt az álmom, hogy lehet, hogy nem vagyok elég jó. Tavaly jól mentem, a világkupákat nyertem, meg a VB-n is második lettem egyesbe. És úgy gondoltam, hogy akkor most már egy év van az olimpiáig, hát az pár fél lábbal is kibírok, úgyhogy gondoltam, akkor az olimpia legyen a cél. Első körben, amikor én életemben először álltam ezen a stand-upon, én mondtam a férjemnek, hogy hát ne hülyeskedj velem, hát ez lassú, nehéz, nem stabil, a lábujjaim begörcsöltek, hogy állok rajta, elfáradtam, hát mondom, ezt nem nekem találták ki, én így kezdtem. És utána, amikor láttam őt versenyezni ilyen óceáni versenyen, ahol ott szörföztek, estek, keltek, jöttek, 20 embert képzel egy hullámon, mindegyik jön, 20 megy vele szembe, próbál áttörni a hullámon, tényleg úgy néztek ki, mint a gladiátorok. Kifejlesztettem egy programot a klubba, ahol edzek, hogy oktatok, tanítom is, hogy kell elkezdeni kezdőknek, meg akik már beleszerettek és versenyezni szeretnek, akkor azoknak megmutatok mindent, amit én tudok. Én nekem nagyon nagy álmom volt már régóta, és ugye már 3 olimpiát megpróbáltam, és ez az, ami most itt sikerült. És nagyon örülök neki, mert tényleg ott volt mindig a fejemben. Emlékszem, általános iskolában is ugye az osztálytársaim kérdezték, hogy ugye mit akarsz, majd elmondom, majd olimpiai bajnok leszek. És akkor mindenki kiröhögött, akkor ugye gimnáziumban, és jaj, Kriszta, te olyan naív vagy, meg mit tudom én, szóval az így kaptam az ilyen negatív hozzászólásokat ehhez a dologhoz. És mindenkinek mondtam, hogy de hát én, nekem az a célom, hogy én az leszek.